Játszanak a gyerekek ebben a nyíregyházi bölcsődében. A gondozók szerint jobb minél hamarabb közösségbe vinni őket, hogy már kiskorban hozzászokjanak a csoportos foglalkozásokhoz. 27-es kortól egészen 3 éves korig foglalkoznak a gyerekekkel. Minden nap van valamilyen foglalkozásunk, mint például a rajzolás, a színezés, a gyurmázás, a legózás, de ezen kívül fejlesztjük őket angollal, zenebölcsivel, tornával és bábozással. Jelenleg azokon a településeken, ahol 10 000-nél többen élnek, ott kötelező a bölcsődei ellátást biztosítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 településből mindössze 6 ilyen van. Jövő januártól már ez a szabály is változik. Ahol legalább 43 év alatti gyermek él, vagy van legalább 5 olyan gyerek, akinek a szülei igénylik az ellátást, ott biztosítani kell majd. Most csak nem 50 000 bölcsődei hely van az országban, a kormány célja, hogy ez 10 000-rel több legyen. A hagyományos intézményi forma mellett mini, családi és munkahelyi bölcsődék is kialakulhatnak majd. 3 különböző pályázat segíti a fejlesztéseket, az infrastruktúrális beruházásokat és az eszközfejlesztéseket. Ez összesen azt jelenti, hogy a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban 100 milliárd forintot fordítunk bölcsődei és óvodai férőhelyeknek a fejlesztésére, bővítésére, infrastruktúrális fejlesztésére, eszközbeszerzésére. Ez már Nyírbogát, itt jelenleg nincs bölcsőde, de a polgármester szeretne. Azt mondta, a szülők szívesen iratnák be gyermekeiket. Most a lehetőség adott, pályázni fogunk. Egy 2 csoportos modern bölcsődét szeretnénk magunkénak tudni a következő évben. Reményeink szerint a gyermeklétszám csökkenése úgy tűnik megállt Nyírbogáton. A tavalyi évben 30 kisgyermek született, újszülött született itt a településünkön. Most jelenleg sajnos Nyírbátor a legközelebbi település, ahova be tudják hordani az anyukák, a szülők a kisgyermeket. A bölcsődék kialakítására vagy fejlesztésére akár önerő nélkül 400 millió forint is igényelhető, a megyei jogú városoknak kiírt pályázatok keretösszegét pedig 21 milliárd forintra emelték.